Szegedi Ifjúsági Napok a nyár utolsó nagyszabású hazai könnyűzenei fesztiválja, amely évről évre fiatalok tízezreit vonza külföldről és belföldről egyaránt. A négy napos programsorozat során idén is közel 90 ezeren fordultak meg az újszegedi partfürdő területén, amely ilyenkor fesztiválvárossá változik. A bérletet vásárlók a Tisza partján állíthatják fel sátraikat. A szervezők arról is gondoskodnak, hogy az esti koncertekre várva napközben is legyenek kísérő programok, a fesztiválozók hasznosan tölthessék az idejüket. Régóta hagyomány, hogy a civil szervezetek kiemelt figyelmet kapnak a színen. A civil falu kiváló lehetőséget kínál számukra, hogy minél többekkel megismertessék tevékenységüket. A pavilonokban ismertetőkkel, játékokkal, vetélkedőkkel, tanácsadással és egyéb aktivitásokkal várják az érdeklődőket, a testi és lelki egészség megőrzéssel, környezetvédelemmel, szociális problémákkal, ifjúsági ügyekkel, tehetséggondozással, állatvédelemmel vagy éppen kultúrával foglalkozó szervezetek, alapítványok, intézmények. Kitelepült a Somogyi Könyvtár és a Móra Ferenc Múzeum is. Hát a Móra Ferenc Múzeum évek óta részt vesz a civil falu, színcivil falu kivonuló intézményei között, és mi azért jöttünk, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a Móra Ferenc Múzeum kiállítási tevékenységét, műtárgyait, és egyáltalán mint az Alföld zászlós hajója, ...nak is mondott kulturális intézményt a színen résztvevő fesztiválozók körében. És most elsősorban az aktuális kiállításainkkal kapcsolatban lehet itt aktivitásokban részt venni. Ugye a plakárt kiállításunk, a vizuális művészet a számítógépes grafika előtt, ebből láthatóak itt néhány ízelítő a plakátjainkból, amelyekkel lehet fotózkodni, lehet ezzel kapcsolatban kvíz kérdésekre válaszolni, múzeumi páros belépőjegyekért. A papucs kiállításunkat is kihoztuk, amely egyébként Páratlanok címmel tekinthető meg a Móra Ferenc Múzeumban. Ezzel kapcsolatban egy akciót hirdettünk, Szögediesítsd a lábbelid, illetve a lábfejed. Ez nyilván itt a fesztivál alatt akár egy készfejé is átalakulhat, tehát a legtöbb színező általában a készfejét szokta szögediesíteni, lehet festeni rá szegedi papucsmotívumokat, illetve pompomot is készíthetnek. És emellett a láthatatlan kiállításunkat is próbáljuk itt egy kicsit ilyen instant módon bemutatni, és egy láthatatlan dobozba tudnak belenyúlni a fesztiválozók és kitapintani néprajzi tárgyakat. Van iskolai közösségi szolgálati lehetőség itt a múzeumban, úgyhogy ha vannak fiatalok, akkor tudnak hozzánk jelentkezni közösségi szolgálatra. Ez egyébként már meg is történt a mostani idei civil falus tevékenységünk során. Emellett a múzeumban most indul egy múzeumi önkéntességi program, önkéntes tárlatvezető képzést indítunk szeptember közepétől, amire még mindig lehet jelentkezni, egészen pontosan szeptember 8-áig, és úgy gondolom, hogy ez is számunkra egy jó hirdetési lehetőség, mert elsősorban szeretnénk építeni a 18 éven felüli fiatalok múzeumi bevonására. Úgyhogy mindenképpen nagyon hasznos számunkra, hogy itt lehetünk, és egy nagyon jó élmény itt a többi szervezettel lenni, és nekünk is egy lehetőség, hogy egymás tevékenységét megismerjük. A civil faluba évről évre több szervezet települ ki, sok közöttük a visszajáró is, akik már megtapasztalták, milyen előnyökkel jár az itteni bemutatkozás. Jó a szervezeteknek, intézményeknek, hogy megismertethessék a tevékenységeikkel a fesztiválozó elsősorban ifjúságot, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos és értelmes szórakozási, kikapcsolódási lehetőség is, amiből tanulni, okolni is tudnak az itt szórakozó fiatalok, hogy ne csak a bulizásról, hanem egy kis kultúráról és egyéb jellegű élményszerzésről is szóljon a fesztivál. Szerintem ez egy nagyon jó találkozási pont. Egyrészt itt találkozunk a legtöbbet, vagy így a legrövidebb idő alatt így a legtömörebben, valamint nagyon jó, hogy a civilek meg tudják mutatni, kik is ők, mit is csinálnak, és hogy milyen tevékenységekkel tudják tarkítani Szegednek az életét. Rengeteg szervezet kint van, és annyi mindent lehet, rengeteg mindent lehet nyerni, megszerezni, tök sok emléket lehet gyűjteni. Ugye idén is van civil útlevél, amit
tök jó szerintem, mármint egy tök jó kezdeményezés, úgyhogy sokan szoktak erre járni. A színen bemutatkozott a fiatalokat felkaroló új nemzedékközpont szegedi közösségi tere is. Mi igyekeztünk úgy csinálni, hogy az önkénteseink, akik kint vannak, azok a klubvezetőink is legyenek, úgyhogy így első kézből tudnak információkat kapni az érdeklődők, hogy milyen szolgáltatásaink is vannak, valamint akik nem klubvezetők, ők rendszeresen betérő fiatalok. Ez is a célunk tulajdonképpen, hogy felkeltsük az érdeklődést. Nyilván nem lehet minden egyes pici szolgáltatást bemutatni, de egy kis szeletét, inkább így a hangulatát akarjuk átadni, hogy milyen is nálunk a térben lenni, és hogyha ez megtetszik nekik, akkor bátran tudnak hozzánk csatlakozni is. Szegeden egyre nagyobb kultusza van a zsonglőrködésnek. E tevékenység segít megőrizni a kondíciót, fejleszti a koncentrációt, az egyensúlyérzéket, levezeti a stresszt, és persze remek kikapcsolódást nyújt. Hát már évek óta kijárunk ide a civil faluba a zsonglőr eszköztára. Ugye próbálunk minél több eszközt kihozni, hogy ki tudják próbálni, és nagy sikerrel szoktak itt lenni, mert hát mindenképpen egy jó mozgásforma. Ahogy a legtöbb kitelepült szervezethez, a zsonglőr eszköztár fejlesztő csoporthoz is csatlakozhattak azok, akiknek a fesztivál alatt megtetszettek a tevékenységeik. Nagyon sok itt a szegedi, szóval emiatt nekik mindenképpen ajánljuk, hogy van az Új Nemzedékben is klubunk, illetve a Füvés Zsonglőr Klub is van Szegeden, úgyhogy mindenképpen tudnak hozzánk csatlakozni, így már szedtünk össze itt embereket, akik velünk maradtak egy darabig. A civil falustandjainak megtekintésére és ezáltal a polgári érdekérvényesítés, illetve az alulról jövő kezdeményezések fontosságának megismertetésére, eredményeinek elismerésére ösztönöz a civil útlevél. Én úgy gondolom, hogy ez a civil útlevél egy nagyon hasznos és praktikus kezdeményezés. Ugye pecséteket kell gyűjteniük, 8 szervezetnél tudják ezt beváltani. És van, aki csak ezért, de van, aki pusztán érdeklődésből idejön, mert a múzeum például a mi esetünkben ugye egy intézmény, ahova nem feltétlenül jönnek be például a fiatalok, ha csak nem az iskolával, tantermi, mármint hogy tanórai keretek között meglátogatják, de így úgy érzem, hogy egy kicsit közelebb tudjuk hozzájuk hozni a múzeumi világot, és lehet, hogy az érdeklődésük a későbbiekben intenzívebben fordulhat a múzeumi világ felé is. Nekem nagyon tetszik. Tavaly igazából nem jöttünk el ide nagyon, és most idén korábban lejöttünk, hogy ide körbenézhessünk, és igazából sok mindent lehet kapni, meg csinálni. Főleg ez a festős dolog nagyon tetszik, meg a másik standnál is. És kipróbáltátok már így az összesen? Csak idáig jutottunk, onnan indultunk, és idáig jutottunk. És ez már a második nap, hogy ide lehettünk hamarabb. Igen. Úgyhogy nagyon lassúak vagyunk, de rá vagyunk. És néha mindenki ugrik! A lassan fél évszázados múltra visszatekintő szegedi ifjúsági napok 2017-ben 14 helyszínnel és több mint 50 fellépővel várta a látogatókat. Szerintem azért nagyon jó, mert igazából nagyon sok mindenkit ismerünk, főleg azért, mert van, és igazából szerintem tök jó, hogy lépte nyomon. Olyan, mint egy nagy házi buli, ahol minden ismerősöd ott van. Ezért jó. Csak egy baj van, hogy általában azok a koncertek, amire mennénk, egy időben vannak, és így nem tudunk egyszerre több helyen lenni, sajnos. A színszervező Szegedi Rendezvény és Média Központ Kft. Egy kis pihenés után hamarosan elkezdi szervezni a 2018-as jubileumi 50. fesztivált.